Tu nem jön. Új brusztoldó, de nem jön. Teherautó a láz, 7 és feles. Na, várjunk még egy kicsit. Majd próbáljuk erre állni. Hát hiába. Megnézem ott előrébb. Ma gondoltam rá, hogy milyen jól alakultak a dolgok, hogy munkahelyet váltottam. Milyen jó most a közhangulat a munkában, teljesen más, mint a tartálygyárban volt, úgyhogy lehető legjobban történt, hogy megszüntettük a viszonyt egymás közt. És egy olyan munkahelyet találtam, ami sokkal inkább megfelelő. Hát ez kibaszott nyomasztó, hogy társaság volt ott a tartálygyárban. Hát úristen, hogy tudtam én ott 5 hónapig kibírni? Ez egy pozitív pillanat, amikor rájövök, hogy most mennyivel jobb ilyen normál hangulatú munkahelyen dolgozni. Hát nem fáradok el pszichésen annyira, tehát nem az, hogy folyamatosan gyomorgörcsöm van, meg fáj a hasam, meg a gyomrom, meg a... hanem dolgozom, és a saját dolgomat tudok törődni, és nem mindig azon kell, azt kell nézni, hogy már megint kiszól be, meg ilyenek, szóval hú, nagyon jó ez a mostani hely, remélem így is marad. Most van egy hónapja, hogy itt vagyok, és itt még, hát lekopogom, még nem ért semmilyen verbális agresszió, vagy olyan nagyon komoly dolog, ami miatt megsérültem volna. De hát ezen át kell esni, nyilván nem az első munkahely lesz az, amelyik nyugdíjban megy az ember, a pláne ma már.